Csodálatosan szép napot kívánok mindenkinek! Elérkeztünk a következő videómhoz, ahol olyat fogunk csinálni, ami nagyon régen nem volt a csatornámon, és nyilván ti a címből már láttátok, hogy random számok fogják választani a sminkem. Na mi, ez egy csodálatos palettát találtam ki. Nem én találtam ki, én választottam ki. Oké. Gyönyörű. Ez egyébként a Revolution Forever Flawless Flamboyance palettája. Ezt is nemrég kaptam egyébként a Love Brands-től, úgyhogy innen is nagyon szépen köszönöm nekik. Gyönyörű paletta, viszont nem tudnám eldönteni, hogy melyik színeket használjam belőle, úgyhogy a szerencsére fogjuk bízni. De mielőtt elkezdik a videót, szeretném elmondani, hogy az előző két live-omban beszélgettünk ugye a filterekről, és úgy tűnt, hogy nagyon tetszik nektek, és sokszor mondtam már, hogy nagyon szeretek képeket szerkeszteni. Mind Photoshopon, mind telefonos alkalmazásokon nagyon élem, hogyha egy esztétikailag szép, szemedgyönyörködtető összképet lehet összerakni. És mondtátok, hogy érdekelne titeket, hogy a saját képeimet én személy szerint hogy csinálom, és azt hiszem, hogy kitaláltam. A képszerkesztés szerintem egy nagyon személyes dolog, és biztos most is vannak itt olyanok, akik nem kifejezetten kedvelnek engem vagy a munkásságomat. Sziasztok! Viszont tudom jól, hogy nagyon sokan vagytok olyanok, akik szerettek, ezt pedig köszönöm szépen, és őszintén megmondom, hogy nem szívesen tennék ki egy képszerkesztős tutoriát ide YouTube-ra, ugyanis túl sok olyan emberhez jutna el, akik nem látnák benne a lényeget. Szerintem talán mondhatjuk így. Úgyhogy azt hiszem, hogy megfejtettem, és live-on lesz ez a tutoriál, amihez nagyon-nagyon sok mindent kitaláltam. Flyvon alapvetően egyébként lehet ilyen workshopokat csinálni, ahol szinte bármit be tudsz mutatni, akár körmözés, sminkelés, tényleg amit szeretnétek. És arra gondoltam egyébként, hogy szombaton fogok csinálni egy live-ot, és ott el fogok mondani mindent róla, amit tudnotok kell. Ezt most csak így nagyjából el akartam mesélni, hogy megvan a megoldás, és nagyon sok plusz is kitaláltam a tutoriálhoz, úgyhogy remélem, hogy örülni fogtok neki. Oké, kicsit túl izgatott vagyok. Ahogy látjátok, egyébként ma felkeltem és a ragyogást választottam, úgyhogy elmondom, hogy majdnem kész van már az oktató videó, vagy a tutoriál, amit kitaláltam nektek. Úgyhogy szombaton erről fogunk részletesebben beszélni. Az Instámon, hogyha nem követtek, akkor kövessetek, ott le tudjátok csekkolni majd a dátumot, ki fogom rakni minden nap, hogy senki ne maradjon le róla. Nektek legjobb időben szeretném azt a live-ot feltenni, elérhető lesz később is, úgyhogy IGTV-n vissza tudjátok majd nézni. De szerintem erről most ennyit, és kezdjünk bele a sminkbe. A lényeg egyébként, hogy mennem kellene a több helyre is, nyilvános helyre, ahol látni fognak emberek, és nagyon remélem, hogy ezekből a gyönyörű színekből azért sikerül egy hordható sminket összetenni, ami nem lesz túl sok. Úgyhogy meg is nyitom a random számos applikációt, és kezdjünk bele. Ahogy látjátok, teljesen készen van már az alapom. A szememet és a számot kell még megcsinálni, és nagyon remélem, hogy jó lesz. Ilyenkor mindig egy kicsit izgulok, mert sose lehet tudni, hogy mennyire sikerül a legextrémebb színekbe beleválasztani. De a mai napon bízom a szerencsébe, és úgy érzem, hogy működni fog, és minden jó lesz. Úgy lesz, ahogy lennie kell. 18 fantasztikus szín van ebben a palettában, amit egyértelműen úgy fogunk számozni, hogy ez az 1-es, ez pedig a 18-as. Nyilván megint nincsen nálam toll, úgyhogy egy szemöldök ceruzával fogom felírni a számokat. Arra gondoltam egyébként, hogy 5 színt fogunk kisorsolni, amiből egyet passzolhatok, és akkor remélhetőleg lesznek benne sötétebb és világosabb színek is. Tehát remélem látjátok, ott van minimum 1, maximum 18, és mindjárt kezdjük a sorsolást. Be is csuktam a palettát, hogy ne lássam, hogy milyen színeket sorsolok ki, és akkor kezdjük. Az első számunk az 5-ös, a második számunk a 18-as, a harmadik számunk 17-es, a negyedik számunk a 9-es, és az utolsó a 6-os. És akkor első szám az 5-ös, ami a flare, oké. A
következő a 18-as, ami az Ultra. Következő a 17-es Breeze. A negyedik számunk a 9-es. Korál. Oké. És az utolsó pedig a 6-os Bloom. Oké. Jó. Ez nem rossz. Előkészítem az ecseteimet, és lássunk is hozzá. Miért érzem úgy, hogy ebbe lesz egy kis lightos cut crease moment? Ecsetek előkészítve. A képen láthatjátok, hogy melyik színeket kell használnunk. Egyetlen egy darab natúr színünk sincs, úgyhogy arra gondoltam, hogy mivel nincsen egyáltalán lefixálva a szemhéjam, így a Catrice Poreless Perfection Powdert fogjuk használni, csak annyira, hogy le tudjam fixálni a primert a szemhéjamon, és akkor igazából nem is probléma, hogy nincsen semmilyen transition színünk. Nem tudom, hogy ez jó lesz-e. Van valami a fejembe, de nem vagyok teljesen biztos. Oké. Elkezdtem. Első lépésben a korálból fogok felvenni. Gyertek kicsit közelebb, hogy lássátok is, hogy mit csinálok. Arra gondoltam, hogy elkezdem egy kicsit a mélyítő vonalamat és a külső sarkot kiépíteni. És megcsinálom az alapot a cut crease-nek. Nem választanék egy ennyire élénk színt ehhez a feladathoz, de azzal dolgozunk, amink van. És egyébként ez egy csodálatos szín, és amit külön értékelek, hogy nem foltos. Nagyon sok rózsaszínes lilás szín tud foltos lenni, ez nem az, és hála az égnek. Látszik, hogy szépen pigmentált, de nem durván, hogy ne lehessen vele dolgozni. Alapvetően szép, nagyon, viszont soha nem választanám ezt magamtól, de ezért jók ezek a videók. Felvettem egy kis ceruza alakú hegyes ecsetet, amivel megpróbálom kicsit áthelyezni a mélyítő vonalamat, és egy kis formát adok ennek a rózsaszínnek. Következő ecsettel, ez egy kis satírozó ecset, egy picit laposabb az egyik oldalról, látjátok. Felveszem a 18-as ultra színünket, leütögetem a felesleget, és ezzel próbálom megképíteni az egész külső sarkot, háromszöget, megpróbálom egy kicsit még jobban mélyíteni a külső részt, és előkészítem a helyet majd a cut crease-nek. Ha nagyon lájtosan szeretnétek satírozni, minél hátrébb fogjátok az ecseteteket. Ecseteteket. Igen, szóval azt, annál puhábban és apróbb, lágyabb mozdulatokkal tudtok dolgozni vele. Minél közelebb fogjátok, annál keményebb és erősebbek a mozdulatok. Megcsinálom a másik oldalt, és utána mehetünk tovább a következő színre. Oké. Körülbelül lehetne egy kicsit pontosabb, de nem rossz. Következő, már csak három csillogó színünk maradt. Fél cut crease. Imádom a fél cut crease-eket. Természetesen P. Louis vésszel fogom megint csak megcsinálni. Itt van nálam a kis lapos ecset.
Oké, ez egy jó nap lesz, viszont a fények ma nagyon nem jók. Most, hogy fent van a bázisunk, van egy brízünk, viszont azt belső sarokba mutatom, úgyhogy nem is látjátok. Van egy brízünk, de azt a belső sarokba szeretném. Van egy plumunk és egy flare. Szerintem flare fog belőre jönni. Valahogy így. Ez szép. Arra jövök rá egyébként, hogy a Revolutionnek nagyon-nagyon szépek a fényes színei. Szinte egyébként fólia hatása van. Nagyon-nagyon szép. És utána pedig jöhet a plum. Jó, mennyire érdekes, hogy a sötét színen egy határozott aranyos csillogása van. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem eddig határozottan tetszik. 17-es bríz árnyalatunkat szeretném használni a belső sarokban. Oké. Wow. Ez igen. Ami maradt az ecseten, körülbelül abból teszek a szemöldök csontomra. És akkor jöhet az alsó szempillavonal, amihez szeretném ugyanúgy használni a korallt, amivel egy kicsit füstösebb hatást szeretnék alulra. Az ultrából pedig csak a szempilla vonalamba szeretnék tenni. És egy nagyon kis vékonyka ecsettel felveszek az ultrából, amit csak a szempilla tövembe teszek. Nem is egészen végig, majd itt a külső sarok fele egy nagyon kicsit lejjebb hozom. Kamerán kívül villámgyorsan megcsinálom a szemhéjtusomat. Nem sokára fogok erről egy egész dedikált videót csinálni, viszont most kamerán kívül megcsinálom, teszek fel szempillaspirált, és még nem vagyok benne biztos, hogy lesz pillám. De ahogy ezekkel megvagyok, jövök vissza. Kész! Meg is van a spirál és a tús. Kihoztam pár húst, amiket már fel is kentem a számra. Ez itt egy Kylie Jenner póziké, ez egy Douglas Pink Shield, és az utolsó az pedig egy Isadora Berry Blush. Van egy ötletem, úgyhogy először felteszem a Flomar No. 219-es árnyalatot szájfénynek. Tudjátok, mint gondolkoztam egyébként? El tudjátok hinni, hogy jövő héten szülinapom van. Megint. Olyan gyorsan eltelt megint egy év. És akkor az ötlet, az izadorás rúst fel fogom tenni kívülre. Eldolgozom a széleit, és akkor a mini csavar annyi lesz, hogy előveszem a Douglas-os árnyalatot, és teszek elől a közékre. Ez egyébként egy szatén finisű rúzs, úgyhogy teljesen nem fog leszáradni, de várok vele egy picit, kicsit mégis azért megszilárduljon, majd elkezdem összedolgozni a másikkal. Csak
csak az ecsetemnek a lapos részével elkezdem összeütögetni őket. És ezzel akkor el is készült, a random számok választották a sminkemet, nem tudom, hanyadik része. Nem tudom, hogy mit szóltok hozzá, szerintem nagyon cuki lett. Van még pár palettám, amit nem próbáltam ki, és hogyha szeretnétek, hogy ugyanígy vagy random számos, vagy dzsengás sminket csináljunk belőle, akkor azt írjátok meg a komment részekbe. Ha nem követtek még Instán vagy TikTokon, akkor azokat is csekkoljátok le, illetve szombaton várok mindenkit a live-ba, ahol beszélni fogunk róla, vagyis én leginkább fogok beszélni arról, hogy hogy fogom megcsinálni a képszerkesztés tutoriált nektek. Nagyon remélem, hogy sokan ott lesztek, Instán még szólok, hogy ne felejtsétek el. Még egyszer köszönöm szépen, hogy itt voltatok, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!